Na jobbra van Onlyu, aztán Champs-Élysées, és leghátul van a szürke Flower. Jó. Tehát mondom, előtte már trapp, hogy nehogy a kapu előtt, hogy megállunk, akkor persze kifengolhat, ha akar. Aha, jó van, előtte egy picit átrappolunk, utána még egy kentra a célig. Odafigyelj, olyan van, mondom, kapjál bele nyugodtan, kis kurvája, de mentek a padikba bőven. Ez még ráadásul nyereg alatt is. És akkor van még a csődör csapat, aztán finitol a komedi. És a Félixet kihozod majd, anyus, jó? Sok-sok séta. Na, gyerünk! Menjetek! Ja, tehát Irkanc az a Onlyu, Champs-Élysées és Flower. Jaj. Na, ügyik vagytok! Na, végre betartjátok az utasítást! De lehet, hogy ki sem mentek volna, de látod, a szürike egy hirtelen itt álltunk, ott megijedt. Úgy, kis húgyoska, ő a Onlyu, ő a Champs-Élysées, ő a Flower. Mehettek, Galo? Gyerünk a célig, hagyd dolgozzanak! Kapnak hamit, úgyhogy menjenek. Lacikám, elől van a kis cilukád. Pali bácsinak a második helyen, és Póknak meg a harmadik helyen. Hát aztán azt nem mondja senki, hogy versenyben majd mi hogyan lesz. Azt nem lehet szavatolni. Fölveszem majd, amikor jönnek. Látommal, jókat elbeszélgetünk mindig. Szóval az a helyzet, hogy evek... Német briket. Nem tudom, hogy került a német briket szóba, én hoztam föl, viszont esküszöm, jó szén volt. A tojásszén az szar volt, az mindenkinek kormolt. Ez cserépkályhák voltak. Uh-huh. És cserépkájában az izé nem volt olyan jó, a magyar izé. Dorogi brikett az nem volt olyan jó, de maga az izé, a nélszor föl lehetett stószolni, és abban a kis pincébe elfért, két év mennyiség azt is azt izét a föl a cserép. De arról egyről beszélünk, erről a hosszúról? Az nagyon jó, fényes volt. Ugyanannyi volt a minő, olyan volt. Igen, volt a fele is, az igen. Is ilyen kör alakú, ilyen, hát fuvaroztam, én gyerekkoromban fuvaroztam. Jó, hát valamit kell. 8 éves koromban én dolgoztam, mentem a lovaskocsival egyedül, hogyne.